Londoni ezüstérme után súlycsoportot lépett, viszont visszalépett, miután Rióban ötödik lett Ungvári Miklós Cságáncsozó, aki ezzel nyolc zsúdósunk közül a legjobb helyezést ért el az olimpián. A háromszor EB győztes és VB bronzérmes versenyzőt negyedik olimpiájáról, és ahogyan továbbról is kérdezem, már is szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szia. Miklós, kezdjük már ott, hogy amikor az ember zsúdóban próbálja megjósolni a nagy számok törvénye alapján az olimpiai esélyeket, akkor szerinted mi számít leginkább, szóval mi a sorrend? Kora, nézzük, korábbi olimpiai rutin, legutóbbi VB helyezések, legutóbbi EB szereplés, a kvalifikációs versenyek átlaga, tehát hogyan lehet prognosztizálni, hogy ki lesz jó azon a napon? Ezt így jó, hogy felsoroltad, meg ezt lehet is így nézegetni esetleg, de én azt gondolom, hogy a mostani olimpés mutatta borult a papírforma, most, hogy csak így mondjam, a 90 kilót, ahol én azt gondolom szobatársam, a kis fekete Krisztián, én azt gondoltam, hogy be fog menni egy éremre, de nem csak ő nem, hanem a előtt álló Iliadisz, akit úgy gondoltunk, hogy a második mérkőzésben együtt mennek, ott borult a papírforma és egy kínai ment be, és végül lett bronzérmes. Egy-két súlycsoportban talán meg lehetett jósolni, hogy ki lesz hogy az aktuális olimpiai bajnok, vagy aki későbbiekben megnyeri, például itt a pluszban Teddy Riener, aki már nyert olimpiát, ugye a franciáknak a klasszisa, vagy éppen az én csúlyomban nagyon-nagyon sokan várták élemes és esőt aranyéremre a zónosó helyt, aki meg is nyerte a 73 at de egyébként egyéb súlycsoportokban tényleg repültek el olyan emberek, meg szálltak el, akikre azt gondoltuk volna, hogy igenis ott a későbbiekből ott lesz a dobogó, vagy a helyi kiosztó. Na, tehát bár, bármilyen statisztikát nézhetünk, nehéz lett volna a dolgunk, mert a, szóval annak a napnak a varázsa az számított legjobban valószínűleg. Így van, én nagyon sokszor mondtam, külföldieknek is kérdezik, hogy miért nem indultál, vagy indulsz, vagy hát mondom, attól függ, hogy a csillagaim majd úgy állnak, reggel felkelek, meg tényleg jól sikerül a fogyasztás, bár én nem vagyok most egy nagy fogyó, akkor akkor igen, és, és hát ugye ez is befolyásolja nagyban, hogy milyen állapotban van éppen, mi, hogy érkezik oda, volt a sérülés az embernek, hiába volt a a legjobbja, lehet, hogy éppen egy mély hullámba került egy, egy gödörbe, és nem úgy jön ki pont. Az Na most, készít. hát ugye neked nem kell fogynod, mint mondtad, de mi azért van, mert e, ugye, a londoni ezüstéren után te a, a 66-ról fölmentél szépen, hogy ne kell annyit szenvedni és kilondani a 73-ra. E, ugye meg volt itt a belerősödési kényszer, erre mondjuk biztos, hogy nem panaszkodsz, igaz? Az, hogy az ember nézte a versenyzésedre, jó erődben voltál. Én azt gondolom, hogy maximálisan az edzői megtették a saját maguk dolgát, én meg, megpróbáltam az enyémet. Én beleülösödtem, úgy érzem már ide 73 kilóban, és nem, nem éreztem azt, hogy, hogy hátrányból indulnék az ellenfeleimmel szembe, akik nyilván nagyobb fogyók, mint én, de én a magam kis mozgékonyságával a, a kreatív judommal meg fel tudom őket örölni, ahogy lehetett látni itt a, az olimpián is. Hát egyszer volt egy rövid zárlatom igazán, én azt gondolom, hogy ott a, a, kihagytam, az azért is ellen meg volt egy ilyen kétes ítélet, benne volt ez egy olimpia, utána nem tudtam sajnos azt a hátányt ledolgozni, és, és, hát így, így kerültem ugye a Vigaszágra, de abszolút én azt gondolom, hogy partiba tudtam velük lenni. Na most négy éve gyakorlatilag egy transzban küzdöttél azon a napon, és mentél előre Londonba a döntőig, szerezve a második hét. Jó, Emlékezetem szerint olyan nagyon rettenetesen rossz sorsolásod nem volt, tehát nem, 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 nem mint hogy erre szeretném ráfogni ezt a remek eredményt. Eh, ahhoz képest, inkább arra vagyok kérdés, hogy ahhoz képest most milyen lelki állapotban és sorsolás szempontjából milyen kilátásokkal versenyesztérióban. Ha kettőt összeveted? Én azt gondolom, hogy megint tudtam egy olyan fantasztikus állapotot előidézni éppen itt az olimpián, amit amit igényelt maga a verseny. Itt tényleg oda tudtam fejbe úgy koncentrálni, hogy, hogy tényleg azt ki tudjam magamba hozni, ami bennem van. Mindenek ellenére mégis van bennem egy hiányérzet, mert én azt kívántam olimpiát megelőzően magam, hogy ilyen 78-83%-on tudja égni vagy parázslani. Maradt bennem elég sok minden, ugye nem, nem állt teljes mértékben össze, de minden a ellenére, amit, ami megelőzte az olimpiát magát, elég nehezen tudtam feljönni, sőt még az utolsó edzőtáborokban, mozgásokon egy kicsit megférült a térdem is. De minden a ellenére én azt mondom, hogy egy olimpián mindenkit meg kell ha mondjuk később a, a győzelemre vagy az élemre gondol az ember. Amikor megláttam, hogy a portugál srácsal kezdek, esélyesebbnek volt mindennek ellen kikiáltva, ki mint én, úgy, úgy gondoltam, hogy hogy az ezt mindenképpen fogni kell. A második srác, a kétszeres VB ezüstérmes Európa-bajnok elmond Dex, a holland, aki aki úgy gondoltam, hogy az ö, egy, egy nehezebb mérkőzés lesz. Az így is volt, de sikerült a végén megint tényleg dobni rajta egy, egy pont, egy, egy tejatasiból. Ugye vele régóta ismerjük egymást, hogy öt volt velem világbajnokságon is 66 kilóban, majd ő korábban felment már London előtt 73-ban, ott Londonban ötödik is lett, és hát ő volt a vízválasztó, ugye ott akkor már tudtam, hogy ha ez megvan ez a mérkőzés, akkor még a délutáni küzdelmekbe is szerepelni fogok. Na most igazából mi jutott el a dobogótól, természetesen az Azer és a Belga ellenfélen kívül? Tehát, hogy benned milyen gát volt, amikor az előbb említetted, hogy voltak azért még benned tartalékok. Mondhatom azt, hogy lehettél volna talán egy kicsit taktikusabb, ami azt jelenti, hogy ahogy a birkozásnál is beszéltünk már róla, néha az ember a semmit próbálja eladni, vagy vannak ilyen versenyzők? Az a, az lehet, hogy lehettem volna taktikusabb egy picit. A belgák is azt mondták, sőt, tegnap beszéltem egy barátommal, aki kinnél Belgiumban, most éppen a sztár vendég, az a belgos srác lesz, akit én kikaptam. És ők mondták, hogy felőrültem volna, nyilván, hogyha nincs ez a szituáció, ez is szép a judo. Hát nyilván, hogyha lehettem volna, és tudtam volna mást elővételezni, akkor nyilván azt használom, és nem ö, ilyen amatőr buta módon ott hagyom magamat, és, és, tényleg elveszítem azt a bizonyos bronzérmet. Én azt mondom, hogy nem is az, azért vagyok én kicsit bosszus, hogy elveszítettem, nagyon ügyesen megcsinált ez a belgos srác, a ezt a bronz mérkőzést. Én azt gondoltam ott a nap folyamán, hogy ismét döntőzni fogok. Én döntőbe vártam már ott magam, így, hogy meg a Portugál, el, el, tudtam hinni, hogy korlátlan képesség van bennem, és tényleg ezt már a versenyt megelőzően azt mondtam, hogy lehetetlen nem létezik, korlátlan képesség van bennem, nem csak benne van a magyar csapatban, és tényleg ezt, ezt próbáltam magamnak is besújkolni, és mondom, tudni kell nagyot álmodni, miért ne tudnék most ismét bedöntözni London után, mondom, hogy ha tudunk nagyot támadni, akkor a valóság megcsókolja e, lábaink porát, és tényleg így mentem fel. Ott, ott a, a, az eriben maradt bennem egy akkora törés, vagy egy hiányérzet, hogy Jézusom, ezt, egy kicsit el, el, elcsúsztam. Oda vártam magam, Jött volna egy olyan srác, akit én azt gondolom, hogy meg tudtam volna fogni, és akkor döntőbe lettem a napzal Japánnal, akit tő kétszer már kikaptam, de nagyon vártam, és valahol meg is álmodtam, hogy... Hogy, hogy most jön a harmadik meccs ellene, így van, igen, hogy, hogy most újra, újra együtt fogunk perekedni, Sajnos ez nem így jött. És akkor itt az Azerinél volt akkor valami fajta ilyen kicsit lélektani törés? Hát ugye nyilván az embernek, amikor megállítják egy-egy menetelésébe, akkor egy nagy törés utána újra felállni egy Vigaszágon, egy Repecsárgyon, ár az amerikai ellen bennem volt az, amit te említettél, ez a taktika, hogy igazán elmentem egy biztonsági mérkőzésre, Kovács Antti is ott volt kint egyetlen olimpia bajnokunk, és nagyon sok biztatást erőt kaptam tőle, azt mondja, hogy hát kicsi, ezt í így, kellett lehozni ezt a mérkőzést, igazából nem volt esélye, vagy hogy megdobja még kővel sem a az amerikainak. Lehoztam azt a kötelezőt, hoztam azt a kisintéseket begyűtöttem, begyűjtöttem, hogy várt egy kontra, én nem adtam ki igazándi magam, egy olyan, olyan biztonsági melót tudtam hozni ellene. Lehet, hogy talán ez kellett volna a bronzér mérkőzésen is egy picit zártabban nem így kinyílni. Oké, okay, értelem, nem bronzér erre az olimpiára, az a lényeg, hanem, hanem döntő ér. És azért ennek... Hát a nap folyamán mindenképpen, bár e, tényleg az olimpiát megelőzően, hogyha azt mondja valaki, hogy ötödik vagyok ezen az olimpián, akkor én magam is úgy belegondolok, hogy ötödik tudok majd lenni, de tényleg amikor felkeltem, és amikor megérkeztem, és az első mérkőzésre túl akkor már m. úgy éreztem, hogy igen, nem vagyok annyira rossz paszban, be kell mennem akár a legjobb. Azt mondnak, ugye a verseny után azt nyilatkoztad rögtön, hogy nem volt egyszerű a felkészülésed, az edződdel, el, Tamásra is voltak surlódásaid. Nektek milyen vitáitok voltak a formaidőzítés szempontjából? Hát ugye nyilván, mint egy házasság, mi lassan 30 éve koptatjuk, vagy építjük egymást, nem is tudom, hogy fogalmazom. És hát itt az utolsó korszakban mindig volt valami, itt, itt sokan visszakérdeztek ezzel, hát ilyenekre gondolok, hogy én mondtam, hogy inkább még futnék egyet, aztán nem kell annyit futni, elmondom, egy kicsit többet melegítsünk, nem kell annyit melegíteni, aztán néha úgy bánt velem, nagyon óvott ő, hogy, hogy bekötrözted de magad, hol túl ö, keveset akart, én akartam többet, vagy fordítva, szóval mindig így elbeszéltünk egymásra, ilyen tényleg ilyen bármelyik pillanatban robbanni tudtunk mindketten, és, és úgy nehezen fogadtuk már az utolsó pillanatokban, hát, hogy itt hosszú volt a felkészülés, és <hül> Vagy ő, vagy én, de mindig egy ilyen kicsit sértődésbe ment át a köztünk így a munka, meg a, meg a kapcsolat, és éppen ezért nagyon sokszor segített a Katics tanáról, az erőnléti edzőn egy kicsit kiszakított ebből a millióból, hogy nem mindig a judó, csak a judó legyen edzőtáborokban hanem kicsit próbált elvinni, és egy kicsit más jellegű bemelegítést, kicsit, kicsit színesíteni magát a felkészülést, és ez jót is tett, én azt gondolom, és a Tamás is egy picit meg tudott nyugodni, de ilyen be voltak ezek a kisebb konfrontáló. Jó, tehát a mesterrel úgy vagytok, nem akkor ilyen se veled, se tehát a szakítás azért nem vetődött föl, ugyanígy folytatjátok tovább. Hát még ezt nem, természetesen, hogyha ha folytatjuk és folytatom, akkor nyilván vele, én nem tudnék mással már igazándiból elképzelni, munkát egy picit lazábra engedni talán azt a egy gyeplőket, hogy hogy nem, nem kell annyira fogni, mint a kisfiát, de igen, én azt gondolom, hogy maximálisan az egyik legjobban képzett edző, hát neki az élete a judo, és hát és tényleg én azt mondom, hogyha nem is annyira sikeresen, de az elmúlt időszakot azt azért elég jól megcsináltuk, négy olimpiát, EB-ket, VB-ket, nem beszélve a számtalan világkupáról, a Grand, a Grand prix Grand szóval mindenképpen csak. Na most a, végé, a végére értünk még, akkor ez a és amennyiben. Szóval lesz 5. olimpia? Hát ezt így most neked nem mondanám ki, természetesen vannak eh, gondolatok. Jövőre májra. világbajnokság lesz? Hát az mindenképpen lesz, ez Uda egy fantasztikus sportdiplomácia siker a magyar judónak és a judó Ugye 2013 után most egy világbajnokság, ami Európában mi műség, múlik, van? hogy lesz-e 5. olimpia? a világbajnokság eredményén például? Hát nagyon sok mindent, szponzortól, én úgy érzem, hogy most még bírom, de hát ki tudja, hogy egy év múlva mi lesz. Mindenképpen a jövő VB-n, akár hogyha azt mondom, hogy ott szögre a judorát, és egy visszavonulnék a sportágamtól, az egy fantasztikus visszavonulás lehetne itt a hazai pályán elköszönni a fantasztikus közönségtől és a szurkolóktól, a gyerekektől. De hogyha úgy érzem, hogy, hogy van benne, nem tudom, még először azt gondolom, hogy pihenjük ki ezt az olimpiát, és esetleg célozzuk meg a jövő évet. Így van, egy év múlva beszélgessünk akkor majd a VB után erről a, a dilemmáról legközelebb. Jó munkát addig is. Köszönöm a szépen, hogy Köszönöm.